Az állami számvevőszék tavaly felülvizsgálta a Szabadkaváros költségvetését, ebben rámutattak azokra a jogtalanul történt kifizetésekre, amelyekből a városi menetrend mellett külön buszjáratokat indítottak a városi közlekedésben, nyilatkozta 2018. december 28-án a Pannon RTV-nek Horváth Tímea alpolgármester. Emiatt nem finanszírozhatja az önkormányzat a város területén eddig működő ementés iskolabuszt. A törvény előírja azt, hogy azokon a menetrendeken, amelyek a városban rendesen működnek, itt párhuzamosan nem lehet, illetve nincs jogalapja annak, hogy működtetjünk autóbuszjáratokat, pontosítok, az iskolabuszjáratokra gondolok. Az iskolabusz program pedig nem szűnt meg, hiszen a kültelepüléseken Hajdújárás, Nosza és Királyhalom, ahol nincs menetrend szerinti járat, természetesen az önkormányzati költségvetésben ezek a tételek továbbra is szerepelnek, hiszen ez a mi kötelezettségünk, hogy gondot viseljünk a gyerekekről. Az MNT eddig iskolabuszával utazó szabadkai gyerekek ingyenes diákbuszjegyet kapnak, amiket az iskola igényel számukra, és a városi járatokkal juthatnak el az iskolákba, erre biztosítanak pénzt a városi költségvetésből. A Magyar Mozgalom közleményében aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezentúl a zsúfolt városi buszjáratokon utaznak az alsó osztályba járó magyar kisdiákok. Az MM írásában bírálta emiatt a Magyar Nemzeti Tanácsot és a VMS-t. A mozgalom szerint a szabadkai iskolabuszok kapcsán előállt helyzet sem fog hozzájárulni ahhoz, hogy ne folytatódjon az elvándorlás a szülőföldről. Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke szerint az ezentúl a városi buszjáratokon utazó magyar kisdiákokra felügyelő utaskísérők ügyelnek arra, hogy minden a legnagyobb rendben legyen. Ez egy nagyon nagy biztonság, hogy a buszkísérő ott lesz a gyerekek mellett, az a buszkísérő, akit már ők megismertek, akit megszoktak, és természetesen amennyiben szükséges, akkor további buszkísérőket is fel tudunk kérni, illetve be tudunk kapcsolni. Gondolok itt most a Sándorból érkező vonalra, tehát arra a városi buszra szállnak fel a legtöbben azok a tanulók, azon tanulók közül, akik az eddigiekben is utaztak a külön járattal. Tehát, hogyha szükséges, akkor erre a vonalra be tudunk kapcsolni még egy buszkísérőt. A szabadkai utasforgalmi közvállalattól pedig arra is ígéretet kapott az MNT, hogy a menetrenden is szükség szerint módosítanak a kisdiákok igényei szerint.